Októberben a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karon csodálatos őszi légkört teremtett a hallgatói önkormányzat. Az őszi Csináld Magad rendezvényen való részvétel egyetlen feltétele az előzetes jelentkezés volt. Az esemény nagy népszerűségnek örvendett, hiszen tavaly a világjárvány miatt nem kerülhetett sor az ilyen nagy létszámú rendezvényekre. Idén már szerencsére volt erre lehetőség. Habár a járványügyi intézkedéseket be kellett tartani, a terem gyorsan megtelt az alkotni vágyó résztvevőkkel. A hallgatói önkormányzatként nekünk ez az egyik alappillérünk, a rendezvényszervezés, és igyekszünk minél változatosabb programokkal szórakoztatni a hallgatókat, illetve bevonni őket. A sok szervezkedés és a jó hangulat mellett rengeteg díszítőelemről és a kézműveskedéshez szükséges felszerelésről is gondoskodtak a szervezők. A kreatív hallgatók alkotásainak csak a képzelet szabhatott határt. A jelenlévők a legkülönfélebb technikákat alkalmazták a díszek elkészítésére, rendelkezésükre álltak ragasztópisztolyok, festékszórók, ecsetek és temperák, de dolgozhattak levelekkel és termésekkel is. Én egy halloweeni lámpást készítek, viszont vannak olyanok, akik koszorúkat, illetve vannak olyanok, akik kobogtatókat is készítenek. Számomra viszont ez volt az, ami a legjobban tetszett az összes választható opció közül. A hallgatók természetesen teljes alkotói szabadságot kaptak, rengetegféle alapanyagból tudtak válogatni, és kreatív módon fel is használták azokat. Volt, akit a közösségi alkotás élménye vonzott a rendezvényben, de akadtak olyan jelenlévők is, akiket kifejezetten a halloweeni téma mozgatott meg. Volt már olyan, hogy festettünk otthon, volt, hogy készítettem télre ilyen lámpást, viszont ilyen őszies még nem volt, úgyhogy most ez is, ennek is eljött az ideje. Érezhető és látható volt, hogy minden résztvevő remekül érzi magát. Az eseménnyel kapcsolatban jelenlévők véleményére is kíváncsiak voltunk, ezért utána jártunk, hogy ki milyen célból látogatott el erre az estére, és milyen elvárásai voltak a rendezvénnyel kapcsolatban. A válaszok különbözőek voltak, azonban egy dolog közös volt a hallgatókban. Az alkotás folyamatában mindenki egyformán kivette a részét és élvezte azt. Sokan érkeztek a barátaikkal együtt, azonban akik társaság nélkül látogattak el, sem érezhették magukat egyedül egyetlen pillanatra sem. Itt kérhetem a kreativitásomat, új embereket ismerhetek meg, és igazából a társaság, meg egyébként szakásaimmal jöttem, barátokkal, gondoltam egy jó kis program lenne. A barátaim ajánlották, hogy lesz egy ilyen kis bölcsész, barkács, estés. Nem voltam még korábban ilyenen, de így igazából jónak hangzó program volt, ezért gondoltam, hogy eljövök, és akkor megnézem, hogy milyen is lesz, és igazából meg is lep, hogy így ennyire sokan vagyunk, tehát így nem gondoltam volna, hogy ennyi ember fog ez érdekelni, és így igazából tök jó hangulattal az egész rendezvény, úgyhogy nagyon, nagyon élvezem, hogy itt lehetek. Gyakorlatilag egy ilyen családias, barátságos programnak tűnt, úgyhogy nekem ez az első alkalom, hogy jöttem egy Csináld Magad eseményre. Viszont ezen kívül az ilyen halloweeni készülődéshez is gondoltam jó lesz, mivel otthon még nincsen semmilyen dekorációm jelenleg. Az este nagyszerű hangulatban telt, rövid időn belül a terem megtelt szebbnél szebb alkotásokkal. Az eseményen nem csak a hallgatók, hanem a szervezők is elégedettek voltak, a sok előkészület és fáradozás elérte a célját. Nagyon sokan eljöttek, nagyon örültünk neki, és nagyon hamar jelentkeztek a hallgatók, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm. És szerintem még a vártnál jobban is sikerült, mert itt tényleg a résztvevőkön van a hangsúly, mert ők azok, akik hozzáadják azt, amitől igazán örvendezetes lesz majd egy ilyen program. A résztvevők az este végén az elkészült díszeiket hazavihették, hogy otthonukban is őszi hangulatot varázsoljanak. Aki lemaradt erről a rendezvényről, ne keseredjen el, mert szerencsére van még kilátásban hasonló esemény a közeljövőben, amit izgatottan várhatnak a szervezők és a leendő alkotók is egyaránt.